Please Glock. Her sem hiszem, hogy meg nem tudom felvő gombot. Sziasztok, Bibi vagyok, és arra gondoltam, hogy 5600 éve legalább nem forgattam videót, viszont rengeteget olvastam, és most van időm is, hogy forgassak egy kicsit, és eltört a kameraállványom, eltört a telefonom, ami csak lehetett összetört, úgyhogy ezért sem jelentkeztem az elmúlt időszakban, valamint hát elég sok minden történt velem, velünk, és hát ebből kifolyólag sem volt igazán alkalmas az idő arra, hogy én forgassak, viszont olvasni olvastam, és majd ezzel kapcsolatosan hozok egy csomó videót, legalábbis ez a terv, aztán nagyon remélem, hogy ezt majd be is tudom tartani. Valamint beszerzek egy új kameraállványt, mert ez most... Ja, majd lefotózom, hogy mire tettem a telefonomat, hogy tudjak videót felvenni. Viszont annyira nagyon hiányzott a videózás, annyira nagyon-nagyon szerettem volna már elmondani a véleményemet egy csomó könyvvel kapcsolatban, mert tényleg nagyon sokat olvastam, és volt, ami nagyon tetszett, és nagyon szeretném, hogyha ti is elolvasnátok, és pontosan ezért gondoltam, hogy úristen, nekem csinálnom kell egy ajánlót ehhez. Volt olyan könyv, ami annyira nem tetszett, és pontosan ezért el szeretném mondani, hogy mi volt vele a bajom, vagy hogy mi volt az, ami nem tetszett, mi volt az, ami eltúlzó volt, mi volt az, amilyen közepes kategóriába tartozik, mert például ilyen könyvet is olvastam, azt még szilveszter előtt, tehát még új év előtt olvastam el, emlékszem. És hát tudom, hogy nagyon jó volt a történet, nagyon tetszett, nagyon fordulatos volt, meg nagyon érdekes és nagyon aktuális, hogy úgy mondjam, mert manapság egyre-egyre több, és az én baráti körömben is egyre több olyan dolog jön elő ilyen párkapcsolati szempontból, ami hát ebben a könyvben is benne volt, az egyik ilyen eset. Az is nagyon jól kimutatkozott, hogy bizony nagyon hamar előítéletesek vagyunk, és valakinek az oldalára állunk, ahelyett, hogy meghallgatnánk ugye mind a két oldalt. Erről majd fogok csinálni egy videót, csak össze kell szedjem a gondolataimat. Úgy gondoltam, hogy először csinálok egy ilyen sziasztok, itt vagyok újra videót, hogy tudjátok, hogy mi történt velem az elmúlt, vagy hát velünk az elmúlt fél évben. Ugye nekem tavaly októberben lett egy nagyon jó állásom, erről még szerintem az egyik videóban beszéltem is, és nagyon szerettem, meg hát itt Angliában ugye német nyelvű állást találtam, ami szintén egy hatalmas nagy siker volt. És hát igen, utána ez nagyon stresszes lett, és hát bizony besokaltam, úgyhogy augusztusban kaptam egy minisztrókot, aminek nem tudjuk még, hogy van-e valamilyen következménye, még jelen pillanatban azt tudjuk, hogy bevérzés nem történt az agyomban, tehát semmi tragédia nincsen, tudom mindenemet mozgatni, néha a beszédem az nem, meg ott volt egy ilyen kis felépülési időszak, amikor próbáltam nagyon gyorsan mondani dolgokat, és nem sikerült. A mai napig egy picit le kell lassítanom, de talán most már azt érzem, hogy eléggé pörög a nyelvem, hogyha gyorsan akarok dolgokat kimondani. Ez volt, tudom, hogy augusztusban is akartam forgatni, és akkor utána úgy döntöttem, hogy jó, majd akkor forgatok, hogyha jobban leszek, és akkor most itt van szeptember, és úgy döntöttem, hogy most már tényleg ideje lenne visszatérni, mert nagyon sok könyv van, tehát konkrétan szerintem két videóba fog beleférni, hogy miket olvastam eddig, és akkor majd abból egyet-egyet szemezgetek, vagy pedig az Insta oldalon, vagy a Facebook oldalon megszavaztatom, hogy melyikre vagytok kíváncsiak igazán, és akkor majd azokból pedig specifikusan egy-egy könyves videót csinálok majd, és hát ja, tök jó, hogy újra itt vagyok. Tök jó, hogy újra elkezdtem videózni, elképesztően izgulok, fogalmam nincs, hogy ez lehet az egész videó egy nagy katasztrófa lesz, de mindenképpen ki szeretném tenni. Meg végre egy kicsit akkor lefoglalom magam, és újra a videóvágással foglalkozom, meg minden. Úgyhogy, ja, ez is benne van így a tervekben. A többiek jól vannak, mindenki egészséges, mindenki él és virul, a Petra növekszik, folyamatosan zaklat, hogy anyai forgatni akarok, mert hogy rengeteget olvas, úgyhogy majd lehet, hogy tőle is fogtok látni videót, mert ő is olvas, és folyamatosan anya forgatunk ma, és holnap után, és hétvégén, és mindig mondtam neki, hogy nyugodjál le,
ugye a telefonom is teljesen össze volt törve, a hangja sem úgy vette fel a dolgokat, ahogy kellett volna, és akkor most viszont már nincs semmi kibúvó, úgyhogy a Petrától is fogtok majd látni videókat. Jönnek Mr. és Mrs. videók is, mert már most kettőt is tudok. Az egyik a Böszörményi Gyulának az utolsó könyv, amit mi olvastunk, jön majd. Azt nagyon-nagyon szerettük, és ugye az Ambrózi kötetből. Most fent van a könyv, úgyhogy nem tudom megmutatni, és a másik az pedig a Szent Méri sorozatnak a magyarul megjelent utolsó kötete lesz majd, amit viszont én tegnap fejeztem be, de úgy, hogy hát teljesen sok hatás alatt voltam, úristen, meg hát igen, annyira rossz, hogy nem. Konkrétan én azt érzem, hogy a közös olvasásoknál két könyvet kéne, hogy beszerezzünk, hogy egyszerre tudjuk olvasni, mert hát igen, csak bonyolult megoldani azt, hogy hát nem is azt, hogy ne spoilerezzük el, hanem még az egyik olvas, és konkrétan ezt a Geri olvasta először, és csak az annyi történt, hogy ott feküdt mellettem, én akkor pont az arabot olvastam, az arab fiát, és hát csak folyamatosan csak röhörészett, és annyira idegesített, mit röhögtél? És akkor egy-két jelenetet elmondott belőle, nem spoilerezem tovább a következő közös videónkat, de hogy voltak benne olyan jelenetek, amiket így, akkor így elmondott, hogy most itt ez és az történt, és akkor azon nagyon jókat röhögtem én is, és mondom, hát olvasd már el azt a könyvet, és tudni kell, hogy a Geri sokkal lassabban olvas, mint én, mert ugye ő hajnalra megy dolgozni, és utána meg estére megy dolgozni, és így nem mindig, akkor hogyha estére megy dolgozni, akkor délelőtt azt együttől, a délelőttet együtt töltjük, és hát konkrétan az volt, hogy én mondtam, hogy nem akarsz olvasni, mert hogy így olvasnám én is a Szent Mérit, szóval igen, így a közös könyv olvasásnál ez szokott probléma lenni. Azt nem tudom, hogy a Geri szeretne külön videóval jönni, de majd nyilván ez is kiderül. Én nagyon remélem, mert egyébként olvasott külön, csak még nem fejezte be, Péter Figergelytől olvas egy könyvet, de még nem fejezte be, és nyöztetem, hogy mindenképpen fejezze be most már, hogy abból tudjon hozni egy videót esetleg. Nem tudom, hogy neki lesz-e kedve videót készíteni, de nagyon remélem, hogy a közös videókkal majd meghozza a kedvét. Ezen kívül nem akarok semmit mondani, hogy mit tervezek a csatornára, mert így végig gondoltam fejben, és persze nagyon sok tervem van, de ember tervez, Isten végez, ahogy szokták mondani, és hogyha megint beüt valami krach, ne üssön. De ha bármi történik, akkor megint nem fogom tudni megvalósítani, de az minden esetre igaz, és tiszta szívemből mondom, hogy nagyon szeretném, hogyha sűrűbben jönnének a videók, mondjuk heti egy, vagy két heti egy, de hogy így nem hanyagolnám el a csatornát, úgy, mint ahogy ez most megtörtént, nem az én hibámból történt meg, de ja, szóval a blogot is fel kéne egy kicsit rázni, azt is tudom, hogy szeretnék majd idegen nyelvű könyvnyereményjátékot. Azt még nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek, mert valamelyik nap, szerencsétekre, megláttam a régi nyereményjátékoknak a képeit, amikor is az volt a feladat, hogy fotózkodj egy könyvvel, és azt küld el nekem, úgyhogy majd lehet, hogy majd ezt visszahozzuk egy ilyen kezdésnek, és majd azt is kitaláljuk, hogy melyik legyen az angol nyelvű könyv, ami tudom, hogy mostanában például van egy ötletem ezzel kapcsolatban, mert hogy én elkezdtem olvasni, nem is tudom, hogy fordították le, aztán a csütörtöki gyilkosklub, vagy valami ilyesmi a magyar címe, csak egy pillanatra láttam, csak hú, mondom, de ismerős ez a borító, most vettem meg ezt a könyvet angolul. Úgyhogy majd fogok angol nyelvű játékokat csinálni nektek, lehet, hogy németet is, de azért itt az angol könyvet, azt hamarabb beszerzem, mint a németet. Ja, hát ennyi. Örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, ti is örültök nekem. Jó, ez után most mindjárt ezt a videót kikapcsolom. Hú, de vicces vagy. Nem. És leforgatom nektek az arabot, mert hogy ezt most elolvastam végre, így ennyi év után, és hát van róla véleményem. Úgyhogy várjátok a következő videót, most az egy ilyen egykönyves videó lesz, mert a többi könyvet majd segítenie kell a Gerinek lehozni, hogy ne én cipeljem a halom könyvet. Úgyhogy körülbelül ez van velünk, remélem ti jól vagytok, kommenteljetek nekem, hogy mi újság van veletek, és küldjétek el, hogy mit olvastok, mert arra is kíváncsi vagyok természetesen, úgyhogy ennyi.
Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, remélhetőleg megéri, és ne felejtsétek el, hogy olvassatok sokat, olvassatok idegen nyelven. Hamarosan találkozunk egy következő videóval. Sziasztok! Olyan jó itt lenni újra.